Február 1-én elkezdődött a Mozdulj Nyíregyháza tavaszi idénye. Minden korcsoportot érintenek a foglalkozások. Mesélj nekünk egy kicsit erről. Hú, az elmúlt 3 hét igen sűrű volt, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeres is egyben, hiszen a 14 foglalkozásunk óriási népszerűséggel zajlott az első héttől kezdve. Sokan várták is, ugye már sokan írtak januárban, hogy miért nem kezdünk. Hát azért, mert sok új elem is került be ugye ebbe a csökkentett tartalmú programba. Nagy öröm, hogy tovább nőtt a napi szinten követők száma, és a kedvelők száma is, ugye a bűvös 10 000-et átléptük. És azért azt gondolom, hogy 3 hét alatt több mint 1000 fővel pluszba eljutni, tehát most már 13 000 emberhez érünk el így a Mozdulj Nyíregyháza programjain keresztül, és ebből azért nagyon sokan továbbra is aktívan használják az oldalt, és nagyon pozitív változás volt az, hogy ugye az adott foglalkozás mikor lement, egy hétig még elérhető volt. Így azt tapasztaljuk, hogy habár az online élőadások azonnali követése visszábesett, például mondok egy számot, hogy akik eddig mondjuk 100-an nézték online az adást, most olyan 50 körül megáll az élőadás, de mire letelik az egy hét, van, ahol 1000 főt is elérünk, tehát annyian kihasználják azt az egy hetet, és akár többször is elvégzik azt az adott mozgásformát. Tehát ezt gondolom, hogy ez egy pozitív előrelépés, egy újabb fejlődési ponton Mozdulj Nyíregyháza életében. Új elemekkel is bővült a Mozdulj Nyíregyháza most idén tavasszal, többek között Miló Vikivel is együtt edzhetünk, illetve a Covid után optimum edzés is bekerült a mozgásformák közé. Igen, Viki egy újabb csoda volt, hiszen nyíregyháziként visszatért a nyíregyháziak mindennapjaiba, és a távolságot ugye leküzdötte ez a virtuális világ, és az ő órái is, még a vártnál is sikeresebbek, azt mondhatjuk, hiszen nála is egy állandó 400 fő, aki elvégzi minden héten, hétről hétre ezt a kardiófoglalkozást, és nem tudjuk, hogy ez most a box jellegből adódóan, de szintén öröm, hogy a férfi követők száma is egy picit megnövekedett, hiszen eddig azt mondtuk, hogy a nők olyan 89-90-95%-a volt, most azért már a férfiak is elérik a 15%-ot, ami egy nagy öröm, hiszen nagyon nehéz a férfiakhoz eljutni, főleg egy online mozgásrenddel. Hogy látjátok, a gyerekek mennyire vevőek erre az online mozgásformára? Ugye itt főleg a szülőkön van az a felelősség, én azt gondolom, hogy mennyire sarkalja a gyereket. Személyes tapasztalat, van olyan kollégánk, akinek három fiú kicsik óvodáskorúak, és hétfőn és szerdán kipróbálták, hogy milyen lehet a zenés gyermektorna, illetve ez a prevenciós torna, és annyira élvezték a fiúk, hogy többször is vissza kellett nézni az órákat. Ők felismerték szülőként, hogy ugye ők érik el a Facebookot, ők tudják bekapcsolni, megpróbálni lekötni a gyereket. Itt is van egy javuló tendencia, de azt gondolom, hogy és ezzel biztatjuk is a nyíregyházi szülőket, hogy látogassák meg az oldalunkat, és használják ki, hiszen azért itt is nagyon sok újítás van, és egy nagyon jó aktív 30-45 perces móka és mozgás a gyerekeknek, egy jó kikapcsolódás, akár együtt, mert ez szülővel együtt végezhető tevékenység is. A zenés tornák, illetve a jóga mindig az aktuális kedvencek között volt. Most tudtok ilyet mondani az elmúlt 3 hétből? Hát továbbra is ugye nagyon magas látogatottság és népszerűséggel mennek a délelőtti szenior tornák és a tartásjavító tornák, ami ugye külön öröm, hiszen azért itt elérünk egy olyan idősebb korosztályt is, akiknek ugye még nehezebb a mostani bezárt világban a mozgást biztosítani. És aminek nagyon örülünk, továbbra is népszerű természetesen, hogy a délutáni gerinctornák, illetve a latin cardio fitnessünk, hiszen már várják a már megszokott, most már ugye 8 éve nyíregyháziak általános mozgását jellemző formákat, de nagyon örültünk, hogy a Covid után optimumon. Az is egy nagyon jó sikerrel indult el. Ugye ez a program egy kicsit más, mint a többi, mert ugye vissza kell menni mindig az első lépéshez, de van, tehát például már 10 000 elérésünk volt az első óránál. Ez azt jelenti, hogy fent vannak továbbra is az órák, és az első 3 hét anyaga követhető, de lépésről lépésre el kell kezdeni az első héten, és óriási a látogatottsága a feltett gyalogló programjuknak is, hiszen egy 12 hetes kültéri mozgásra ad lehetőséget, felépítetten odafigyelve, hogy lépésről lépésre hogyan tudjuk növelni ugye a saját mozgáskultúránkat és növelni a pulzusunkat, ezáltal ugye egy intenzívebb jellegű edzéshez eljutni, és bízunk benne, hogy a következő 7 hétben is majd ugyanígy láthatjuk azt, hogy nagyon sokan, ha már le is maradtak az elejéről, de megkeresik az oldalon az első adást, és haladnak velünk majd hétről hétre az új mozgásokkal.
kicsit elkanyarodva a Mozdulj Nyíregyházától, említetted a kültéri mozgást, ez most a tavaszi idő beköszöntével nagyon nagy hangsúlyt kap. Nyíregyháza sportos város, több lehetőség is van arra, hogy a kültéren sportoljanak. Igen, mögöttünk található kondiparkok száma ugye Nyíregyházan azért most már 20 felett van, és nem árulunk el titkot, de folyamatosan zajlanak ugye a beruházások, és újabb parkok fognak átadásra kerülni, és azért is nagyon fontos, hogy ezeket építsük, hiszen a természetben szabad ég alatt jó időben sportolni, az egy plusz feltöltődés, ez plusz energia. Ezen kívül pedig a Mozdulj Nyíregyházában biztosítunk ehhez úgy gondoljuk szakmai alapokat is, hiszen a keddi otthoni TRX intervall edzés, ami most esetleg a négy fal között végezhető. De az órát vissza lehet nézni, sőt el lehet sajátítani azokat az alapgyakorlatokat, és most már itt a jó idő, meg lehet látogatni az egyik ilyen konduparkunkat, és az edző hevedel segítségével nem csak az eszközöket, hanem maga az edző hevedelrel is nagyon jó intenzív mozgást lehet felépíteni. És érdemes azt is kiemelni, hogy ezeknél a kondi parkoknál abszolút amatőrök is ellátogathatnak ide, és kipróbálhatják a sportot, mert hogy abszolút vannak leírások, amik által az amatőrök is elkezdhetik a sportolást. Igen, itt a mögöttünk lévő tábla is ugye maga a beruházást tartalmazza, de a hátoldalán egy részletes leírás van, hogy melyik eszközelem mire való, tehát milyen izomcsoportot tudnak vele megmozgatni, de mi mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy fokozottasan, odafigyelve, mert azért egy rossz mozdulattal tudunk ártani, és ezért is figyeljék a Mozdulj Nyíregyházát, akár a keddi órát, akár a vasárnapi optimumon órát, mert olyan gyakorlatokat tudnak ott elsajátítani, edző segítségével online, amit tényleg már akár önállóan majd tudnak maguknak végezni. A kondiparkok mellett pedig a futópályák azok, amik még Nyíregyházán tényleg fantasztikus lehetőséget adnak arra, hogy a szabadban mozogjunk. Ezt hogy látod, sokan fognak most már kimenni a futópályákra? Hát van olyan, amikor este későn megyek haza, és magam is csodálkozom, hogy sötét van már, és még mindig kint futnak. Tehát nagyon népszerűek, ugye Nyíregyházán azok a rekordtámpályák, amik az elmúlt 5-6 évben épültek, és ugye ezek is bővülni fognak a közeljövőben. Én azt gondolom, hogy kell az embereknek, akárha csak kimegy és sétál, egy intenzívebb mozgást végez, vagy egy nordic walkingozás az erdőben, vagy ezeken a rekordtámpályákon, akár baráttal, akár barátnővel, akár csak egyedül, de egy kicsit feltöltődik, és az egészségére odafigyelve, a mai világban ez nagyon fontos, hogy tegyünk érte, és ezért csak mi tudunk, és használjuk ki ezeket a lehetőségeket.